Javult a helyzet, de még mindig sok a kifogás, akár 500 000 forintra is büntethetik azt a társasházat, ahol nem tartják be a tűzvédelmi előírásokat. Könnyítés. Októbertől kamatmentes lesz a Diákhitel 2, és a Diákhitel 1-et is kedvezőbb feltételekkel vehetik igénybe a hallgatók. Sikeres volt a jótékonysági ruhabörze, ezúttal is rengeteg használt, megunt ruha gyűlt össze a Hegyvidéki Kulturális Szalonban. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Akár 500 000 forintra is büntethetik azt a társasházat, ahol nem tartják be a tűzvédelmi előírásokat. A szabályok szerint például tilos éghető anyagot tárolni a folyosókon, lépcsőkön, és virágtartót is csak akkor lehet elhelyezni, ha az nem szűkít ide a menekülő útvonalat. A tapasztalatok alapján az elmúlt években javult a kifogásolási arány. A katasztrófavédelem szakemberei az ellenőrzött házak 10%-ánál találtak valamilyen szabálytalanságot. Szinte mindent elborított a füst ebben a Királyhágó utcai társasházban, ahol a nyár közepén kigyulladt egy harmadik emeleti lakás. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően senki sem sérült meg, az oltás idejére 20 embert kísértek ki a házból. A hasonló helyzetekben minden másodperc számít, ezért is fontos, hogy például a menekülő útvonalakat mindenhol szabadon hagyják. A tűzoltók tapasztalatai szerint egyre több helyen tartják be a tűzvédelmi előírásokat, azonban még mindig minden tizedik esetben találkoznak kisebb-nagyobb szabálytalanságokkal. A legjobb problémák azok tipikusan a közlekedők eltorlaszolása, ide szokták kipakolni a lakók a megunt dolgaikat, bútorokat, esetleg bicikliket, virágállványokat, illetve a másik aktuális probléma, amit szinte folyamatos és folyamatosan teszünk ellene, azok a rácsos lezárások, mindenki védi az értékeit, azonban ezt lehet szabályosan és meg szabálytalanul is véghez vinni. Tilos például rácsot felszerelni olyan helyre, ahol az akadályozza a tűzvédelmi berendezésekhez való hozzáférést. Közmű, főelzáró, nyitó szerkezeteket nem szabad, hő- és füstelvezető berendezés indító szerkezetét, ezeket nem szabad eltorlaszolni. Egyébként, ha a közlekedőn a mögötte lévő összes lakónak van hozzá kulcsa, akkor pedig nem szabálytalan. A katasztrófa védelem munkatársai folyamatosan ellenőrzik az előírások betartását. Súlyos szabálytalanság esetén akár 500 000 forintra is büntethetik az adott társasházat. A szakemberek azonban hangsúlyozzák, pénzbüntetést csak akkor szabnak ki, ha a lakók többszöri felszólítás után sem tartják be az előírásokat. Ezt felint igazolni kell. Ez egy új jogszabály. A katasztrófavédelem szeptember 18-a és 20-a között tájékoztató akciót is indított. Ennek keretében a legfontosabb tűzvédelmi szabályokra hívják fel az érdeklődők figyelmét. Igyekszünk megelőzni azokat a tűzesetet, amik az országban sajnos számos esetben előfordulnak. Országos szinten tavalyi évben mintegy 800 olyan eset volt, amelyik társasházhoz köthető, és hát már idén is közel elértük a 600 darabot. Szerdáig a főváros 5 kirendeltségén várják az érdeklődőket. Budán a Vihar és a Tas Vezér utcai központban tartanak tájékoztatókat 10 és 16 óra között. Októbertől kamatmentes lesz a Diákhitel 2. A Diákhitel 1 esetében felvehető maximális összeget pedig jövőre havi 70 000 forintra emelik, jelentette be Novák Katalin család és ifjúságügyért felelős államtitkár. A Diákhitel 2 esetében a kamatmentesség nem csak a jövőben felvett, de a már folyósítási vagy törlesztési fázisban lévő hitelekre is érvényes. Diákhitellel kapcsolatos ügyeit intézi Lakatos Dorina. A fiatal lány szociális munkásnak tanul az egyik budapesti egyetemen. Dorina idén tavasszal vette igénybe a Diákhitelt. Én magamat tartom el 3 éve önállóan, és így munka mellett kellett kiegészítésnek. Jelenleg mintegy 26 000 hallgató számára folyósítják havonta a Diákhitelt. A Diákhitel a jövőben még kedvezőbb, még jobb feltételekkel lesz hozzáférhető a fiatalok számára, erről döntött a kormány. A Diákhitel a jövőben kedvezőbb kondíciókkal vehető igénybe. Októbertől kamatmentes lesz a kizárólag képzési költségre fordítható Diákhitel 2, jelentette be Novák Katalin család és ifjúságügyért felelős államtitkár. A teljes kamat megfizetését átvállalja az állam a fiataloktól. Ez azt jelenti, hogy a törlesztésnél nem kell tehát a kamatterheket törleszteni, csupán a tőketörlesztést kell a diáknak megtennie. Ez majd lecsökkenti a visszafizetésnek az időtartamát is, tehát a futamidőt is le fogja csökkenteni.
a diákhitel 2 kamatának a 0%-ra való csökkentése a már folyamatban hatályban lévő diákhiteleket is érinti. Tehát mindenki, aki jelenleg diákhitel 2-vel rendelkezik, ebben a fél évben már élni fog a hitel kamatának 0%-ra való csökkentésének lehetőségét. A szabad felhasználású diákhitel 1 esetében továbbra is megmarad a kamat, amely jelenleg 2,3%-os, azonban ennél a konstrukciónál is lesznek változások. 2018. február 1-től a jelenlegi 50-ről 70 ezer forintra emelik a felvehető havi összeget. A fél vagy egyéves külföldi tanulmányokban résztvevők pedig ennek a dupláját akár 140 ezer forintot is felvehetnek havonta. További változás, hogy a diákhitel 1 törlesztését bevonják az adó- és járulékmentes kafetéria juttatások körébe. Bugár Csaba, a Diákhitel Központ ZRT vezérigazgatója azt mondta, a módosítások miatt az igénylési időszakot a Diákhitel 2 esetében meghosszabbítják. A Diákhitel 2-nek a hiteligénylési időszaka megnövekedik szeptember 30-ra, és ők, illetve a tanintézmény ugyanúgy meg fogja kapni majd a Diákhitel 2-től október 15-tel azt a összeget, amelyet igényeltek. A diákhitelt 16 évvel ezelőtti indulása óta eddig már 380 ezeren vették igénybe, az érintettek 40%-a pedig már vissza is fizette az összeget. A Hegyvidéki Ősz program sorozat részeként szombaton ismét egészségnapot rendeznek a MOM Kulturális Központban. 10 és 15 óra között tanácsadásokkal és sokféle szűréssel várják az érdeklődőket. A vérnyomás és vércukorszint vizsgálat mellett többek között COPD és helikobakter szűrésre is lehetőség lesz. Az ingyenes vizsgálatokon évről évre több százan vesznek részt. Sikeres volt a Hegyvidéki Kulturális Szalonban megrendezett jótékonysági ruhabörze, ezúttal is rengeteg használt, megunt ruha gyűlt össze. Az akcióval ezúttal a Menedékház Alapítványt támogatják a szervezők. A ruhaválogatást nem lehet elég korán kezdeni. Ennek az aprócska kislánynak szakértő szortírozásán látszik, hogy csekélyke kora ellenére nem először jár az adományosztó ruhabörzén, amelyet először ugyan gyermekes szülőknek találtak ki, ám ma már a kulturális szalon idősebb látogatói is elhozzák, amiük van, és visznek, amire szükségük van. 5-6 évvel ezelőtt, mikor az önkormányzat ezt a helyszínt megkapta, akkor elkezdtük szervezni ezt a nagy családos ruhabőrzét, ami abból áll, hogy otthon a sok gyermek után megmaradt kinőtt ruhákat, könyveket, nem használatos játékokat, babaholmikat ide mindenki elhozhatja, és ami pedig neki kell, amit itt ami megtetszik, neki ezt elviheti ingyenesen. Nóra 4 gyermeket nevel, a nagyobbak most iskolában vannak, a 2 kisebbet, Csillát és Leventét elhozta, és akadt is 1-2 jó darab a gyerekeknek. Jövünk minden alkalommal. Hát ezek itt a gyerekek kezében, a kis csizma, a varázspálca, egy kis toltartó, kis cipő, és hát itt a túloldalon egyik nagy lányomnak szoknya, golyó, játékok, egy gyönyörű plüss csacsi. Szóval ilyesmit, általában ilyesmit találunk. Sőt, csinos alkalmi ruha az egyik nagylányomnak. A ruhabőrze gondolata sok szempontból hasznos. Egy hely, egy alkalom, ahol az anyukák találkozhatnak. A levetett, de még hasznos ruhák nem a szemeteseket gazdagítják, ezzel a környezetvédelmet is támogatják, és legfőképpen örömet okoznak mindenkinek, aki a kinőtt vagy már nem használt darabokból válogatni tud. És a bőrze végén megmaradt ruhák is a legjobb helyre kerülnek. Az adománygyűjtő ruhabőrzén megmaradt dolgokat, legyen az ruha, könyv, gyerekjáték, cipő, mindig valami alapítványnak jótékonysági célra ajánljuk föl, tehát ők a rászorulóknak még tovább osztják. De volt már, hogy felvidékri nagycsaládosoknak Kárpátaljára vittünk, szállítottunk megmaradt adományokat, most jelenleg a Menedékház Alapítványnak küldjük. Legutóbbi alkalommal egy hajléktalan óvoda kapta, egy anya otthon kapta, hát igyekszünk mindig a megfelelő helyre eljuttatni a maradék ruhákat. A kulturális szalomba szervezett ruhabőrzét általában évszakokhoz kötik, így legközelebb néhány hónap múlva kerül sor a következő nagy válogatásra. A közlekedés veszélyeire hívják fel a fiatalok figyelmét a péntekig tartó biztonság hete elnevezésű akció során. A program főként az általános iskolák felső tagozatos diákjait szólítja meg. Különböző foglalkozásokat, vetélkedőket, előadásokat szerveznek, hogy megmutassák a gyerekek számára, milyen baleseti kockázatokat rejt a közlekedés.
Málnás, áfonyás vagy akár kapucsinos kürtös kalácsot is meg lehet majd kóstolni az idei Kürtös Kalács Fesztiválon. Október 13-a és 15-e között a Gesztenyés kertben kiderül, hogy hogyan készül a hagyományos erdélyi finomság, emellett pedig koncertekkel, gyerekeknek szóló foglalkozásokkal és kiállításokkal is készülnek a szervezők. A fesztivál jótékony célokat is szolgál. Ugye ennek a kürtös kalandnak minden évben, vagy nagy közös sütésnek minden évben volt egy jótékonysági része. Egyrészt a nevezési díjnak egy részét mindig felajánlottuk egy egyesületnek, alapítványnak. Az most idén a Vakok Batthyány László római katolikus gyermek otthonnak ajánljuk, ők szintén 12. kerületiek, illetve maga a megsütött kürtös kalácsokból is minden csapat felszokott ajánlani egyet-kettőt, úgyhogy ez is ez a gyermek otthontól kihozott gyerekeknek lesz felajánlva. Különleges kiállítás nyílt a hegyvidéken. Bódi Barbara most bemutatott alkotásaira a nagyfokú kreativitás, a bátor szín és ecset használat és a természetben előforduló anyagok alkalmazása jellemző. Létezés a valóság és a képzelet határán. Tekintet, amely a transzcendentáliák világába emeli a színek folyamát. Fantazma Glória, ezzel a címmel nyílt kiállítás a Kulturális Szalomban. Bódi Barbara munkáira a nagyfokú kreativitás, a bátor szín és ecset használat és a természetben előforduló anyagok széles körű képi alkalmazása jellemző. A mostani kiállítás címadó olajfestménye 5 részből áll, amely szakrális témában készült. A különlegessége az, hogy ez a Glória állandóan visszatér mindegyik festményemen, és hol angyalok, hol hétköznapi hősök arcát viseli, hol megérinti esetleg az embereket, hol esetleg csak egy növény motívum, mint a természet jelenik meg. Tehát minden módon valamilyen magasabb rendű valóságot próbál ábrázolni. Talán porcelán festői múltja révén Gustav Klimt szecesszió világa gyakorolt rá nagy hatást, vagy éppen Vincent van Gogh élénk színkontrasztjai lázadó ecsetkezelése, Munkácsi Mihály barnás realisztikus ábrázolásai. Boba szerepe és helye a mai kortárs magyar művészetben Szélvirág művészettörténész szerint egyértelmű. A belső értékekre való odafigyelés, vagyis az értékorientált megismerés a mások nem külső alapján, vagy sztereotípiák alapján való, sok esetben helytelen megítélése az, amire rávilágít képeivel. Szerepe tehát, hogy képi világával a nem számít ki honnan jött, mert az csak egy külső réteg, és a lényeg az, hogy a réteg alatt kiben mi lakozik, és hogy hová tart, gondolatát közvetítse a néző felé. És ezt a szerepet ő tudatosan vállalja is. Boba képein túl a címadó szavak is nagyon színes világot képviselnek. A kiállításnak ugye a címe az a Fantazma Glória. Beszélgettem Barbarával erről, és mesélte nekem, hogy nagyon sokszor egy-egy szó indítja el abban, hogy milyen címet is adjon, vagy milyen témában gondolkodjon. És ezen a kiállításon főleg a fény, az angyalok, a belső sugallatok lesznek itt a legfőbb téma ezeken a képeken, amiket most itt látunk. A kiállítás megnyitójához Sárközi Xénia operaénekesnő és Kéri Tamás zongora művész adta meg az alaphangot. A közeljövőben Bódi Barbara további festményekkel szeretné bővíteni majd Fantazma Glória képsorozatát. Az eddig elkészült 7 egyedi alkotást október 5-éig nézhetik meg a Kulturális Szalomban. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!